Jó, a... át a falon. Hoppá, szerintem megérkeztünk. Rán, azt mondja, hogy rán, erre kell mennem, jó, én futok, ahogy csak... Hát sziasztok srácok, én a Sajt32 vagyok, és ma a Poppy Playtime-mal fogunk játszani, és ugye már olyan szereplők vannak, hogy hugyi, mugyi, vugyi, vlugyi, lugyi, akkor én most nem más ezek, mint Sajti, Majti, Pajti, Lajti. Sziasztok srácok, én a Sajti, Pajti, Majti, Lajti vagyok, és a mai videóban egy olyan különleges játékot hoztam nektek, hogy konkrétan nem fogjátok elérni az egész Poppy Playtime Chapter 2-t megépítették a Robloxon belül, és minket ide bezártak, itt van velem Pándi, itt van velem Erik, és a jó öreg zseblámpa, ezzel együtt kell kiszöktünk ebből az elképesztően menő obiból. Jobban megnézitek, szikrázik az egész távol, nézzétek az egész ilyen nagyon-nagyon furcsa, de én azt mondom, hogy kezdjük el az egész haladás irányunkkal, nem is tudom, hogy merre kell, általában egyértelműek szoktak lenni az obik, de figyeljetek, ez megvan, és siker... Uram, atyám, pont sikerült, azt hittem, hogy belelógtam a lávába. Na jó, ez a játék valami elképesztő lesz. Figyeljetek, itt csapkolódik az ajtó. Én alatta megpróbáltam át, hogy van egyáltalán checkpoint. Jó, van. Uram, atyám, ez de jó lesz ez a pálya. Kivételesen adok egy kis hangot a játékra, halljátok, hiszen hát ez egy horror játék, akkor adjuk rá egy pici hangot. Itt éppen valamilyen csapódás hangokat hallok, ami ugye ebből az ajtóból jön, és ilyen statikus hangok jönnek. Egy kicsit hangos lenne a játék, azért elnézést kérek, de most ezeket a tüskéket is ki kéne, hogy kerüljük, és így tudunk bevenni a száján át keresztül, tudunk csak ki, ott ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Figyeljetek, egy kis átvezető, ahogy konkrétan a nyelvén csúszunk benne, ne szórakozzon, és tisztára csapdák. Hát ez hihetetlen, figyeljetek, hogy milyen a belseje, medve csapdák vannak, minden szúr, minden mozog. Ez eddig a legeslegdurvábban megépített Roblox játék, amivel valaha játszottunk. Ez olyan, mint egy robot lenne belülről, sőt, ez egy robot lenne belülről szerintem. Nézzétek meg, beverem majdnem a fejemet, itt forralják a ciánt, mindenféle mérget kevernek, nekünk meg, uram, atyám, keljél már fel, menj be oda, itt is danger, ne menj oda, szerintem ez egy ilyen kis túlélő szoba, valamelyiket akkor is be kell, hogy menjünk, de az összesre azt írja, hogy ne menjünk be, és danger van, meg hogy fussunk innen, úristen, menjünk vissza, menjünk jobbra-balra, ója, itt lógnak ki kezek az ajtókból, uram, atyám, mi fog, jaj, nem meg fogsz halni azt, hogy a pálya készítője, ne már, nem akarok, menjünk előre, inkább, minél gyorsabban, lift, mondd, hogy lift. Ez nem, ez fogalmas. Ja, egy ugyanilyen szalagon megyünk. Azta! Nézzétek, hogy meg se kell, hogy mozduljak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ide akarok jönni, de figyeljétek már, egy ilyen csőhálózaton keresztül kell mennem, úgyhogy az összes ilyen tárgy itt van előttem, és csak blokkolnak engem. Nem is tudom, hogy előre akarok ilyen haladni. Ugye szerintem ez egy ilyen gyártósor akar lenni. Jaj, de ez mikor fog lecsapni? Ugye nem csapódik le, amikor itt vagyok. Jó, átmegyek gyorsan, oké, nem csapódott le. Itt van, Poppy játszani akar velük, hát én nem akarok Poppyval játszani. Srácok, húzzunk előre. Ez valami. Elképesztő, hogyha tetszik eddig ez a pálya, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, én nagyon szépen köszönöm. Megyünk előre, itt valami sütőde van. Jaj, ne. Csak ugorjunk, csak szépen ugorjunk, minél messzebb a szalagoktól, hogy magunk ura legyünk. Jaj, ne. Itt van. Maci, hagyj vigyel vele a Macit. Elvinném a Macit, de jó, szerintem erre kötjünk, de hol vannak a többiek? Azta, majdnem a full feketeségbe estem le. Jó, ezek gázvezetékek, én csak szépen megyek, azt se tudom, hogy hol vagyok, de 14-es stage. Pándi komám, ugye jössz utána, ezt egyedül nem fogom, ez az, Pándi, gyere, mutasd az utat, ez egy ilyen játszó térszerűséggel vagyok, oh my god, figyelj. Oké, úgy tűnik még egy védelmi vonal, próbálom átvenni a túlpart, hogy ugye itt a sajtba se akadjon bele, próbálom itt átugrani az egészen. Na jó, ez a pálya. Ááááá! Lezuhantam, ezt nem hiszem, pedig kíváncsi volt, hogy mik voltak ezek az irányító központok. Ott az mindenhol van egy kamera, aki is figyeli az embereket a gyárba valaki. Jó, hát átmegyek megint itt a cián méregmezőn. Úristen, mi ez a játék? Hát nem tudok betelni vele. Itt azt a figyeljetek már, megjött, akire vártunk, itt van. Hello. Erre most föl kell szállni, szerintem föl kell rá szállni, figyeljetek. De mindjárt itt hagy minket, szóval gyorsan szálljunk föl. Gyere, komám, beültem. Jó, én vagyok a mozdonyvezető, ez itt nagyon-nagyon király. Pándi, komám, gyere már utána, hát hol vagy? A fal, sit where you were. Úristen, nézelődj, meg figyelj.
és ülj le, ahova csak tudsz, jó? Én lehet, hogy túl előre jöttem. Én szerintem túl előre jöttem. Pántikomám lekéste a vasutat. Fakker, itt egyedül kell tovább mennem, egyedül az egész vasúttal. Jó, hát erre kíváncsi leszek. Most megyek át, figyeljétek ezzel a fekete akár, én próbálok átnézni a kamerával, de nem tudok. Júj, de hangos. Jaj, megindultunk. Oké, bejövök ebbe a nézetbe, sajtok. Ez nagyon durva, ez nagyon, és gyorsulunk, ugye nem siklunk ki, vagy valami. Gyorsulunk előre. Oké, még a lámpák égnek. Jaj ne. Srácok, itt mi fog történni? Itt vajon mi fog történni? Oké, én már most megkészítem a zseblámpámat. Itt van nálam. Én meg se merek. Azt, itt volt a... Azt hittem, hogy lekevert nekem egy pofont, de szerencsére nem kevert le egy pofont. Már így majdnem eltöltem a gépet, és itt volt a másik. Jó, át a falon. Hoppá, szerintem megérkeztünk. Szerintem itt a végállomás. Srácok, én rán, azt mondja, hogy rán, erre kell mennem. Jó, én futok, ahogy csak tudok. Úristen, merre kell mennem, Hát iszképelek, ránolok, lett egy kis csönd, szóval most már nyugodtabbak vagyunk egy picit. Csak sajnos itt hagyott minket Pándikomám, szóval nem tudom, hogy merre kell menjünk. Hát sajtok, itt hagytak minket, oda biztos nem megyünk, mert ott van az a szörny. Szóval megpróbálom azt, hogy ezt az irányt felfedezni, csak fogalmasíts, hogy mi lesz a helyes. Itt a nyíl, hát én nem annyira akarok erre jönni, de úgy tűnik, hogy ez a megoldás, hogy ide jöttem teljesen hozzá. Oké, valami kiszabadultam. Azt a mekkora hangzavar itt az autóknál. Elméletileg az volt a cél, hogy oda kellett menni, hogy bekapjon minket, és hogy ki tudott minket innen szabadítani. Hát itt van még egy csomag, ott van még egy csille, autó, azt írja, hogy zárva vagyunk. Hát és innen már csak át kell szerintem valahogy mennem az úton, csak hát remélem nem fognak most elütni. Ja nem, nincs zebra, hát hogy fogok átfutni, figyeljétek. Jó, most szerintem átfutok, az teljesen jó lesz. Nem, hogy kéne átmenne? Várjál, figyeljétek, find all the badges. Ja, megtaláltad az összes cuccot. Ez itt a pálya vége. Hello, Luigi Mugi. Mit akarsz mondani? Figyeljétek már, itt vannak olyan easter egg-ek, például itt lent vannak ilyen festmények, itt is van egy festmény, ami éppen lángol, meg itt figyeljétek, észrevettem egy számítógépen, amin egy YouTube csatorna van, aki készítette a pályát az ide letéve, azt ez ami iszonyatosan durva volt, vissza lehet menni. Na ne. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok a videóban. Ha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a kövibe. Ez valami elképesztően menő volt. Legyetek jók, sziasztok, srácok!